Sürgős fellépésre van szükség az Oroszországba és a megszállt területekre hurcolt ukrán gyermekek és családjaik újraegyesítéséhez. Jelentette ki Dunja Mijatovic az Európa Tanács emberi jogi biztosa hétfőn. A politikus ukrajnai látogatása után közdétett nyilatkozatában emlékeztet, az orosz hatóságok a háború kezdete óta ukrán gyermekek ezreit, gyakran egész árvaházak lakóit evakuálták Oroszországba, vagy Ukrajnán belül a megszállt területekre. Egy 2022 májusában elfogadott orosz elnöki rendelet felgyorsítja az orosz állampolgárság megadását az árvának tekintett vagy szülői felügyelet nélkül maradt ukrajnai gyermekek számára, írta Mijatovic. Az emberi jogi biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény részes államai, köztük Oroszország azt vállalták, hogy tiszteletben tartják a gyermekek érdekeit és azon jogukat, hogy megőrizzék személyazonosságukat, beleértve az állampolgárságukat, nevüket és a családi kapcsolataikat. Miatovics kijelentette, súlyosan sérti az emberi jogokat, hogy Oroszország nem küldi vissza családjukhoz az elhurcolt ukrán gyermekeket.